teljesen őszintén szóval csalódott vagyok, hogy senki nem támadt be minket, nem szólalt meg senki. Tehát vannak támadás. Pártok, akik... Hát ez az, tehát vannak pártok, akik a legkisebb apróság miatt rögtön törvénymódosításokért kiáltanak. A filmünk tele van, úgy mondják, hogy ugye politikai nem korrekt poénokkal, bántó poénokkal akár, nyilván mindezt a szórakoztató társadalom kritika jelében, de mégis azt gondoltam, hogy lesznek olyanok, akik felháborodnak. És lehet, hogy túl jól sikerült a film, és ők is csak röhögtek rajta, mert végül is ez volt a célja. Hát, vagy az jut eszembe, hogy lehet, hogy már bölcsebbek lettek azok is, akik ilyenkor felszoktak lázadni, és azt mondják, hogy tisztában vagyunk azzal, hogyha fellázadunk, akkor még nagyobb lendületet adunk neki, és még nagyobb figyelmet adunk neki, és akkor inkább nem lázadunk fel, hanem azzal próbálunk az ügyen egy kicsit simítani, hogy mivel annyira elképesztően durva jelenetek vannak mondjuk a filmben, mondják ők, hogy inkább csöndben maradunk, és tudomásul vesszük, hogy Attila ilyet készített. Hát most egyfajta, nevezzük úgy, hogy politikai intelligencia, vagy diplomáciai intelligenciáról beszélsz, ami nem jellemző erre az országra. Nem. Tehát a mai világban mindenki mindenen felháborodik, és mindenkit feljelent. De miért nem? De te nem egyébként. Te például el tudom képzelni, hogy az életben is, meg ilyen szempontból is lehet, hogy kisimultál, nem mintha korábban göröngyös lettél volna, de vagy egy kicsit lehet, hogy... Áthelyeződtek a prioritások, mondjuk így. Tehát ami régen annak számított, hogy nem tudom, botrány vagy polgárpukkasztás, az ma már nem az. Az már másképp működik, az inkább a belülről jövő lázadás. Tehát a változás az maximum egyfajta érettséggel függ össze. De a motiváció az ugyanúgy bennem van. Benned van, és akkor a megvalósítás változik, azt mondod? Jól értem? Az attól függ, hogy milyen platformon keresztül, tehát legyen ez most éppen egy film, vagy egy könyv, vagy egy mondat, attól függ. És egyébként mi mindennel foglalkozol most? Mert akkor most Argo 2, ez most kész. Szerintem most van az év, már a tavaly is olyan volt, hogy azzal foglalkozom, amit szeretek, a film. Tehát legyen ez kamera előtt, kamera mögött, filmkészítés, itthon, külföldön, nagy produkciókban, saját kisfilmekben, Argo 2, a következő filmem, tehát azt hiszem, hogy megérkeztem végre oda, ahova szerettem volna. Hazaértél a filmvilágba? Mondhatom. De te igazából onnan indultál, mondtad is máshol valahol, hogy aztán egy kis kitérőt tettél, talán 10 évre, vagy nem is tudom, 10 éves kitérő? Ja, hát 10 év a kereskedelmi tévében. Most ha megkérdezel, akkor lehet, hogy inkább 10 évet egy magányos szigeten töltöttem volna, mert az a 10 év ugyanúgy kimaradt volna. Ugyanaz egyébként, lehet, hogy egy irodában ültél egyedül magányosan, és közben, vagy lélekben magányosan, vagy nem tudom. Annyira nem voltam magányos, de a hasonlat jó. Tévéseknek. Tévéseknek? Mit mondasz? Igen. Eltöltöttél ott sok évet, láttál, csináltál, sőt, pukkasztó dolgokat is, ilyen embert pukkasztó dolgokat is csináltál, felháborító dolgokat is csináltál, kiverted a biztosítékot is, biztos sokaknál sokszor, gondolom. Hát ez része volt a munkának, igen, tehát az a média zajból előbb beszéltem, hogyha ki akarsz tűnni a média zajból, akkor olyat kell alkotni, ami különleges, vagy a legjobb, vagy felháborító, nyilván erről szólt. Hát, hogyha valaki megkérdez engem, hogy mit tanácsol kereskedelmi tévékkel kapcsolatban, akkor az lenne a tanácsom, hogy kerüld el. Hagyják abba, zárják be gyorsan az ajtót, kerüld el. Vagy tudjad egészen pontosan, mire vállalkozol, vagy legyél tisztában azzal, hogy meddig tart ez a pályafutás, és miért csinálod, és mi lesz utána. Uh-huh. Hát inkább akkor ez utóbbit lehet. És talán a legfontosabb tanács, amire itt tartunk, soha ne vedd komolyan. De mégiscsak azt, amit csinálsz, hogy érted, hogy ne vegye komolyan? Ne vegye komolyan a tartalmát. Hogyha csinál egy valóságshowt, akkor ne gondolja azt, hogy ez egy nagyon fontos termék. Hanem szórakozzon rajta, miközben csinálja. Legyen egy kikacsintás, legyen egy üzenet a nézők felé, hogy azért mi készítünk, sem veszük ezt ennyire komolyan. Ez elveszett sajnos. És mi az, ami ma tévéműsor, és gyártott műsor, és jó műsor szerinted? Nyilván magyarra gondolsz, magyar. Hazaira. Mindig is az, ami fikció is jól meg van írva, és igényes. Tehát eltér ettől a bizonyos, ahogy szoktuk mondani, rágógumi a szemnek, vagy rágógumi az agynak féle valóságsoktól.
De azért biztos volt neked is a tévés évek alatt egy-egy olyan vonal, amit belevittél a rágógumi mellé, ami egyébként valóban jót tett a nézőnek. Próbáltam, de nem sikerült. Nem ugyanis, volt. Ugyanis, hogyha az a nézőnek alternatívát nyújtasz, akkor mindig lesz az az igényes, értelmes és művelt néző, aki ezt választja, és lesz mellette az a 8 millió másik, aki meg inkább azt nézi, hogy hogy zuhanyzik mesztelenül WWXY. És most még akkor azt mondod, hogy ahogy zuhanyzik mesztelenül WWXY idejét éljük még mindig? Még egy darabig fogjuk is, sajnos igen. Nem fogok soha abba maradni, tehát mindig maradnak, és mindig lesz 3-4 kábel csatorna, aki ezt adja. Inkább az a kérdés, hogy mikor unja meg a tömeg, aki a nézőszámot generálja, és mikor tud egy tévé olyat nyújtani, amire a néző azt mondja, hogy hú, ez új, ez érdekes, nem érdekel már a valóság show, és hogy XY mit és hogyan csinál, és mit teszik, és hogyan zuhanyzik, de ahhoz egy termék kell, egy olyan tartalom, ami ezt eléri. Na, hát akkor most innen ellapozok egy picit, és akkor azt mondtad, hogy kamera egyik oldalán és másik oldalán is szeretsz állni, és akkor ez így is marad, hogy mindig fogsz állni az egyik oldalán és a másik oldalán is, vagy pedig amelyik elragad, az majd sodor, és ezzel azt is kérdezem, hogy egyébként az életben te azért sodródsz, visz az ár, vagy pedig te szereted kijelölni, hogy majd én tudom, hogy mit akarok, és azt csinálom, amit én kijelöltem. Alapvetően a filmkészítés a cél, és az alap foglalkozásom most már a fő foglalkozásom. Az, hogy most kamera előtt vagy kamera mögött, az meg, hát az valóban egy fajta sodródás. Nem én döntöm el azt, hogy mikor hív fel egy rendező, és azt mondja, hogy szerepelj már, légy szíves ebben a filmemben. Azt, hogy én mit csinálok, azt igen. Tehát azt, hogy milyen filmet csinálok, milyen filmet rendezek, milyen filmet szeretnék szerepelni, azok az én döntéseim. De egy megkeresés az nem az én döntésem. Tehát amikor egy külföldi film megkeres váratlanul, hogy itt van egy főszerep egy amerikai filmben, gyere most, hát ez akkor sodródásai nevezzük, és egy döntés, amit meg kell hozni. Ez például egy konkrétum? Ez egy konkrétum, igen. Most forgattunk Új-Mexikóban egy akciófilmet, amiben a főszerepet játszottam, és aminek Magyarországon is lesz hamarosan folytatása, és az pont egy ilyen dolog volt, egy elég meglepő felkérés, egy hónappal az út előtt kérdezték, hogy elvállalom-e és mennék-e. Tehát ezek a kamutett kukit például még a filmnek a maradványai, ezek nem igaziak. Egyébként. Csak egyszerűen nem lehet lemosni. Még nem kérdeztem meg tőled, mert gondoltam, hogy akkor valószínűleg nem emlékeztem, hogy itt rajtad ilyenek vannak, de akkor nincsenek. Ezek a szerephez kellettek, és most nem mutattam meg, hogy melkastól csípődig még mi van ott. Ami, hát akkor igazából egy rettenetesen, egy borzasztóan rossz fiút alakítasz? Nem, egy rossz fiút, aki éppen a jó útra szeretne kérni. Csak? Aki mind a pókerjátékos rájött arra, hogy egy játszmát nem azzal nyersz meg, hogy jó lapod van, hanem hogy tudod, hogy mikor kell bedobni. És lehet, hogy az életben is egyébként ez van, hogy egyre jobb útra térsz, vagy nem is voltál rossz, vagy pedig nem térsz jobb útra, vagy egyik sem, vagy mindegyik. Nem tudom. Nincsen szerintem olyan, hogy egy ember drasztikusan megváltozna. Tényleg? Én azt gondolom, hogy a személyiség az alapvetően adott már, amikor megszülettünk, az úgy marad, az megváltozhat egy picit, árnyalatok, amik hozzájönnek, vagy átalakulnak. Én nem voltam soha rosszabb, mint amilyen most vagyok, vagy jobb, mint amilyen most vagyok. Talán a lányom születése az megváltoztatta a gondolkodásomat, de az alapvető lázadás, a mondjuk úgy, hogy a nonkonformizmus ellen, az mindig is megmarad. De milyen jó példa egyébként a gyermekszületés, mert az talán tényleg olyan már soha nem lesz az ember élete, mint előtte, és akkor minden megváltozik. Hát ez a legenda, de ez nem egészen így van. Nem? A gondolkodás megváltoztatja a számtant, hogyha időről beszélünk, megváltoztatja. Mert hogy számtanilag? Hát mert nem úgy gondolkodunk, hogy hány éve van még hátra, és mi mindent akarok csinálni, hanem ha x éves leszek, akkor a lányom ennyi lesz. Ja. Ha a lányom éppen érettségizik, akkor hány éves leszek, mennyi mindent szeretnék még úgy megcsinálni, hogy amikor a lányom is majd felnőtt korában megnézi, akkor
nem azt fogja kérdezni, hogy úristen apám mit művelt, hanem hogy... Milyen tetkók voltak rajtad 2015-ben, apa. Hanem hogy büszke arra, amit lát. Én mondjuk sose gondolkoztam így, hogy ahogy most így mondod, még nekem is van lányom, és akkor tényleg nem tudod elképzelni, hogy annyira élesen megváltozzon az ember bármelyik életszakaszában, mint mondjuk nem is tudom, mint egy megtérés, hogy hirtelen fenekestől felfordul minden, és egy óriási nagy fordulat, változás, teljesen új élet. Biztos van ilyen, de az veszélyes is. Hát igen, mindennek vége. Tehát az jól is el tud csülni, olyan rosszul, mert vagy azt jelenti, hogy eddig hazudtál magadnak, és most térsz a jó útra, aki te vagy, vagy eddig te voltál az, és valami arra kényszerít, hogy mostantól hazudj magadnak. Ezért mondom, hogy veszélyes. A tévé. Most ez jut eszembe, ez most olyan, mint egy provokáció. Egy feladat. Egy munkahely. Munka és tíz, de hát muszáj volt hittel csinálni teljes erőbedobással, és minden egyes produkciót, amit kitaláltál egy csomó mindent, minden nap mentél, és dolgoztál, és gondolkoztál, és emberekkel együtt. Hittétek, csináltátok, jól csináltátok, termeltetek, meg voltak elégedve mások, és jól ment minden, és aztán egyszer csak így hirtelen, nem tudom, hirtelen váltás? Nem annyira, és a lelkesedést és a lázadást soha nem lehet összekeverni, nem szabad összekeverni azzal a szóval, vagy azzal a fogalommal, hogy hit, az baromira nem ugyanaz. Lelkesedés és lázadás a hittel, igen. Dolgozz fel. Jó, és akkor hit pedig, a hittel kapcsolatban még, hogyha mondasz egy gondolatot, bármit, ami a hit kapcsán, anélkül, hogy kérdeznék valamit, és akkor ezzel zárjuk a beszélgetést. Jó, amíg végig gondolod, akkor örülök, hogy itt vagy, és leültünk, és hit kapcsán az jut eszedbe, hogy... A hit az mindig egy olyan dolog, amiben valaki kapaszkodik, ami egy talajt ad, vagy éppen egy felső olyan célt, elképzelést, vagy akár kapaszkodót, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy ki mit képzel ebbe bele, ez az én gondolatom, tehát lehet saját erőnek nevezni, lehet Istennek nevezni, lehet nagyon sok mindennek nevezni. Azt gondolom, hogy bármilyen formában is jelenik meg egy emberben a hit, erőt tud adni, tehát aki elítéli ezt, vagy azt mondja, hogy ateista és nem hiszek semmiben, az egyszerűen csak lemarad egy olyan forrásról, amit sajnálhat. Akkor mondjuk forrás erő például? Forrás erő. Velvaló. Hit, kitartás, boldogság utáni vágy és hajtás, persze mindezek. És az, hogy ez kinek mi, az pedig magánügy, nem? Pontosan egyetértek. Uh-huh. Tehát az, hogy manifestálódik, uh-huh, az a fogalom, hogy hit. Tehát hit az, és akkor lehet ott egy kereszt, lehet ott egy háromszög, lehet ott egy pentagon, lehet ott tőlem bármi, lehet ott egy demagóg mondat, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy higgyünk benne. Oké, köszönöm, örülök. Köszönöm szépen. És találkozzunk legközelebb is. Helyszínt a Buddha Bar Hotel Budapest biztosította. Kedves nézőink, mai műsorunk véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!